Sziasztok, Bebe vagyok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Ebben a mai videóban vörös bársony muffint fogunk készíteni, egy nagyon finom, krémes és formáját jól tartó mascarpone és tejszínes krémmel. Mielőtt belekezdenénk a videóba, elmondanék egy pár dolgot. Nagyon gyakran kérdezitek, vagyis hát az előző videót, ami egy muffinos videó volt, és elég népszerű lett. Sokan kérdeztétek, hogy honnan vannak a muffin papírok, ezek a kis kapszlik, és hogy milyet javaslok. Ezért most elhoztam nektek néhányat, hogy így megmutassam, hogy milyenek vannak. Nekem ez a kedvencem, ez egy ilyen erősített szélű, ilyen duplán hajtogatott muffin papír. A Szegedi Cukrász Diszkontból rendeltem. Azért szeretem nagyon, mert amellett, hogy jól néz ki, és valóban szép, jól tartja a formáját, elég, ha egy sima tepsire ráteszitek, nem feltétlenül kell hozzá külön muffin sütő tepsi. Akkor a következő, az ugyanezen az elven működő, ilyen erősített szélű, színes kapszli, belül egy kicsit ilyen fényesebb, ezért hát úgymond nehezebben sül benne, mert nem tud olyan jól felkapaszkodni az a tészta, de szeretem nagyon, és iszonyat mutatós. De azt is megtehetitek, hogy egy ilyenbe beletettek egy kész muffint, amit ebben sütök meg, így ezt akár sokszor fel tudjátok használni, tényleg jól néz ki nagyon, és van még ilyen szilikon, ezt még régebben kaptam, a gyerek játszik vele, de tök jól lehet benne muffint is sütni, pláne, hogyha nem szeretitek kihámozni ebből a papírból, akkor ez is egy szuper megoldás. Valamint ennek is az a nagy előnye, hogy nem feltétlenül kell hozzá sütőforma, elég, ha egy tepsin sütitek. Ez a forma nem fér bele egy hagyományos muffin tepsibe, jóval nagyobb annál, úgyhogy én ezt egy sütőlemezen sütöttem. Ennyit szeretem volna nagyjából elmondani. A muffin, amiről hamarosan szó lesz, az pedig egy ilyen kefíres, pirosra színezett, vajas piskóta, amit ugye megsütünk ezekben a kis kapszlikban, megtöltjük majd egy kis legvárral, vagy igazából bármivel, amit szeretnétek, és kap majd egy gyönyörű kis krémből készült tetőt. Jól fog kinézni, és finom is lesz, úgyhogy szerintem nincs is más dolgunk, mint belevágni az elkészítésébe. A muffin elkészítéséhez szükségünk lesz 20 deka finom lisztre, 10 deka kristálycukorra, 2 darab tojásra, így csak egy van, de 2 kell majd. 10 deka olvasztott vajra vagy olajra, 18 deka kefírre, egy kis vaníliára vagy vaníliás cukorra, egy csomag sütőporra, egy teáskanál kakaóra, valamint egy teáskanál ételfestékre. Első lépésként a kefírhez adjuk hozzá az ételfestéket, majd alaposan keverjük el. Ezután ezt a színezett kefírt az összes többi hozzávalóval tegyük egy nagy tálba. Ezután pedig keverjük mixerrel körülbelül egy 2-3 percen keresztül közepes fokozaton, az a lényeg, hogy egy szép egynemű tésztát kapjunk. A kapszlikat egy tepsire helyezem, majd a tésztát beleöntöm most egy mérőpohárból, egyébként habzsákból is nyomhatjátok, vagy a fagyis kanállal, sima kanállal, hogy kényelmesebb. Ebből az adagból nekem most 6 nagyobb és 4 kisebb muffin sikerült. Előmelegített sütőben 180 fokon alulfölő sütéssel sütöttem őket körülbelül egy 20-25 percig, de érdemes fogpiszkálóval leellenőrizni, ha nem ragad hozzá a tészta, akkor az elkészült. Ezekből a nagyobb formákból egyébként nagyon könnyen ki is vehetitek. Amint kihűltek a muffinok, megtöltjük őket egy kis lekvárral, nálam megmaradt még egy kis ribizli lekvár, nagyon gyorsan el kell használni, ezért erre esett a választásom. Természetesen frissen is készíthetitek, de akár tehettek bele egy kis tejszínnel elkevert csokit, vagy karamellszószt, vagy bármilyen krémet, rátok van bízva. Tehát egy ilyen habcső segítségével kiszúrom ezeket a kis köröket, és a kiszúrt részt félreteszem, még szükség lesz rá, majd az üregeket megtöltöm a lekvárral. Ezután pedig a kiszúrt és félretett tésztadarabokkal lezárom. Most pedig elérkeztünk a krém elkészítéséhez, én ehhez 15 deka mascarponét használok, csak ennyi maradt a dobozban, valamint 4 deci habtejszínt, igazából 3 deci is elég lett volna, kicsit sok krém sikerült így belőle, rátok van bízva, hogy mennyit készítetek, és egy 5 deka porcukrot tettem hozzá. Ezt így egy nagy tálba teszem, fontos, hogy hideg legyen minden hozzávaló, és kihabosítom, olyan közepes fokozaton, majd utána, amikor elkezd habosodni, magasabbra kapcsolom.
Ezután a krémet habzsákba töltöm, aminek a végén van egy habcső is természetesen, jelen esetben nálam most egy csavart csillag. Kód nincs rajta, de tudom, hogy a Vámház körúton az Ázsia BT-ben vettem még pár évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon szeretem, meg vagyok vele elégedve, rengeteg dologra használom. És ahogy a videóban is látjátok, a muffin szélétől a közepe felé haladva készítek ebből a krémből egy ilyen kis krém sapkát. Végeztem az utolsóval is, maradt jócskán krém, de ha sima muffin papírban készítitek hagyományos adagokat, körülbelül az egész tészta mennyiségből egy ilyen 15 darab fog elkészülni, és azt hiszem, hogy ez a krém mennyiség az elég is lesz rá. Végezetül pedig néhány szív alakú dekorcukorral díszítem, ez elhagyható, de egyébként egy kis piros színű piskóta morzsa is nagyon jól mutat rajta, vagy akár friss málna, eper. Ezek szerintem nagyon sokat dobnak a kinézetén. Most pedig lessük meg, hogy milyen belül, nem csak feldobja, hanem nagyon szuper ízt is ad neki az a kis lekvár, amit belecsempésztünk, ezért érdemes valami kicsit savanykásabbat tenni bele, ami jól harmonizál az édes tejszínes krémmel. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Ha szívesen látnátok még muffin variációkat, azt a komment szekcióba jelezzétek nekem. Ezt az egyszerű, de annál látványosabb muffint pedig feltétlenül készítsétek el a kedveseteknek, hogyha szereti az édességet, vagy csak úgy magatoknak. További szép napot és sok sikert kívánok nektek. Sziasztok!